és a mi kedves vendégeink. Én egy gimnazista vagyok! Én egy gimnazista vagyok! Hiába tanultam, hiába küzdöttem! Hiába tanultam, hiába küzdöttem! Én egy tanár vagyok! Én egy tanár vagyok! Lehet, hogy el fogom veszíteni az állásom! Lehet, hogy el fogom veszíteni az állásom! Én egy egyetemista vagyok! Én egy egyetemista vagyok! Nekem még nem kellett a röghözkötés és az eladósodás között választanom! Nekem még nem kellett a röghözkötés és az eladósodás között választanom! Egyre kevesebben vagyunk, akik így élhetnek! Egyre kevesebben vagyunk, akik így élhetnek! A kormány elveszi a következő generációk jövőjét! A kormány elveszi a következő generációk jövőjét! Olyan törvényt hoztak, amiről senkit nem kérdeztek meg! Olyan törvényt hoztak, amiről senkit nem kérdeztek meg! Se a szakembereket, se a tanárokat! Se a szakembereket, se a tanárokat! Se a diákokat, se a családjaikat! Se a diákokat, se a családjaikat! Pedig az ő jövőjükről van szó! Pedig az ő jövőjükről van szó! A törvényeik miatt több száz ember nem tudja, mi vár rá! A törvényeik miatt több száz ember nem tudja, mi vár rá! Ők mind a kukába dobhatják az elmúlt évek kemény munkáját és az álmaikat! Ők mind a kukába dobhatják az elvették a jövőbe vetett hitüket! Elvették a jövőbe vetett hitüket! Félnek közgazdászokat és szociológusokat képezni! Félnek közgazdászokat és szociológusokat képezni! Mert kiderülne, hogy a politikájuk egy csőd! Mert kiderülne, hogy a politikájuk egy csőd! Félnek jogászokat oktatni! Félnek jogászokat oktatni! Mert azok számon kérnék a jogállam leépítését! Mert azok számon kérnék a jogállam leépítését! Miért támogatnak kevesen mérnököt? Miért támogatnak kevesen mérnököt? Mikor azt mondják, szükség van rájuk! Mikor azt mondják, szükség van rájuk! Aki most egyetemre megy, nem tudja, jut-e neki hely! Aki most egyetemre megy, nem tudja, jut-e neki hely! Ha jut, nem tudja, hány ezret kell majd fizetnie! Ha jut, nem tudja, hány ezret kell majd fizetnie! Ha támogatják, nem tudja, hány évig kötik majd röghöz! Ha támogatják, nem tudja, hány évig kötik majd röghöz! Tönkre mennek az egyetemek, mielőtt az odajárók végezhetnének! Tönkre mennek az egyetemek, mielőtt az odajárók végezhetnének! Szakemberek tömegének szűnik majd meg az állása! Szakemberek tömegének szűnik majd meg az állása! Miért a jövő generációt büntetik a saját hibáikért? Miért a jövő generációt büntetik a saját hibáikért? Miért kényszerítik a fiatalokat elhagyni a hazájukat? Miért kényszerítik a fiatalokat elhagyni a hazájukat? Mit követtek el a jövő tehetségei, hogy elveszik az álmaikat? Mit követtek el a jövő tehetségei, hogy elveszik az álmaikat? Mi jobb felső oktatást szeretnénk? Mi jobb felső oktatást szeretnénk? De a kormány elrontja azt is, ami van! De a kormány elrontja azt is, ami van! Nem hagyhatjuk, hogy lerombolják a jövőnket! Nem hagyhatjuk, hogy lerombolják a jövőnket! Nem hagyhatjuk, hogy tönkretegyék az egyetemeinket! Nem hagyhatjuk, hogy tönkretegyék az egyetemeinket! Mert az egyetem a miénk! Mert utánunk a miénk! És az utánunk jövőké! Februárban folytatjuk! Februárban folytatjuk! Februárban folytatjuk! Nagy tisztelettel köszönöm meg azt a figyelmet, amit szereztek nekem. Igazából szerintem a legnagyobb probléma itt az egészben az, hogy például, mint én is, közgazdasági szakra szerettem volna menni, és ezzel úgy gondolom nem vagyok egyedül, és még több tízezer ember van be ugyanígy, hogy egyszerűen fizetni kell, szóval vagy elmegy az ember, vagy fizet, ez a választás. 250 hely, és eddig hány embert vettek föl közgazdasági szakra? Diákhitel 2-ről hallottál? Diákhitel 2, köszi, nem kérek, nem akarok elhúsodni, mert nem akarom úgy kezdeni az egész életemet, hogy 5 millió mínuszban vagyok. Szóval ennyit a diákhitelről. Engem sehogy nem érint az új felsőoktatási törvény, mert én már mesterszakos vagyok. Ugyanakkor viszont felháborítónak találom a keretszámukat is, azt, hogy a teljes bizonytalanságban tartják a most végzős gimnazistákat, és nagyon sajnálom őket. Ezt az akciót azért csináltuk meg, hogy kicsit felébresszük a közvéleményt, és kicsit rávegyük a hallgatókat és a gimnazistákat arra, hogy igenis mondják el a véleményüket, mondják el azt, hogy ez felháborító.